Hello emberek! A könyvnyomtatás az internet és a filmgyártás alatt jelentősen megváltozott. Amellett, hogy egyszer szeretném látni, hogy miből mennyit adnak el a valóságban, és nem így könyvtárba felhalmozzák, meg díszkötetnek így egymásnak, így fölrakják a polcra. És megkérdezni mindenkit, hogy ajándékba veszi vagy saját magának, mert ha ajándékba veszi, valószínűleg olvasatlanul landul a kukában. Vagy polcra szállják, mert jól mutat, mint a Kertész Imre regények, amiket aztán ki lehetett dobni, mert kijelentette a fickó, hogy hát én nem is vagyok magyar, és ja, inkább vagyok zsidó, mint magyar. És ugye a végén el is olvassák-e, mert nekem is van olyan könyvem, amit megvettem, aztán a büdös életben nem olvastam el. Itt van például ez, Gideon a 9. A császárnak nekrománták kellenek, a 9. ház halott idéző hercegnéjének pedig egy rettenthetetlen kardforgató. Gideonnak van egy jó kardja, pár ízgi szexlapja, meg a hócipője, ami megtelt már az élő volt rendek baromságaival. Ez remek ponyvának hangzik. Mivel telik az első 20-30 oldal, legalább, mert utána azt mondtam, hogy akkor ez valami más, mint amire én befizettem, hát azzal telik, hogy megmutatják, hogy milyen szobák vannak valami épületben. Nem történik semmi. Itt egy szoba, ott egy szoba, ott egy... Ki nem szarja le? Komolyan egy ilyen G. Gordon szintű írásra számítottam, és semmi. Na mindegy. És utána, ha elolvasná-e, elolvasná-e újra? Mert ugye egy könyv azért mégiscsak elég sok helyet foglal, manapság egyre kevesebb a hely, egyre magasabb az albérletár, stb. Tehát érdemes a könyvesboltokat a mai módon üzemeltetni. Tehát bemész, ott van 100 négyzetméteren 2-3 könyv, amire azt mondod, hogy nem mész el mellette, csak legyintve, mert érdektelen az egész. Nem értem, hogy valójában hogyan működik egy könyvesbolt, pedig szeretek olvasni. Szó szerint fizikai szükségét érzem néha, hogy olvassak. Egy könyvet kell olvasni, pedig összehasonlítva egy filmmel, órák. Egy sorozat epizód 20, maximum 40 perc. Egy film 2-2,5 óra. Egy könyv 5 óra. 10. És az a tiszta olvasási idő, tehát nem az, amikor ezen a nap kinyitod, és azon a napok befejezed. Nem, ez a tiszta olvasási idő. Kinek mire van ugye szabad ideje. Meg kitartása. Tehát a könyvnyomtatás megváltozott, és nem az előnyére. Amellett, hogy oktatni sem tudjuk a könyvolvasást. Az egész magyar nyelv, az egész könyvnyomtatás a magyar nyelvoktatás szintjén áll. Vegetál. És ezt globálisan. Elég, ha fölmész könyvekkel foglalkozó YouTube csatornákat megnézni pár videót, és katasztrófa, amit ott találsz. Nem azért, mert a tartalom hiányzik, épp az a probléma, hogy sok a tartalom. Majd mondom, hogy konkrétan mi a gond. Mennyi az, amit elolvasunk, el tudunk olvasni, illetve el kéne olvasni? Ezeket a kérdéseket föl kéne tenni. Ez itt az első könyv, amit valaha elolvastam. És teljesen szabad akaratomból. Nem azért, mert az iskolában kötelező volt, mert ugye föl volt adva például a téliberek, meg annak az előző ménykötet, annak... Jó. Szóval a télibereket utáltam, de valamiért most tüskevár, ez az, tüskevár. Szerettem, tényleg, sokáig úgy is voltam vele, amíg el nem jött a mobiltelefon korszak, hogy ezt érdemes tanítani, ma már nem érdemes, mert nem adja vissza a vidéki környezetet, de szerettem, de nem én választottam, hanem az iskola választotta ki nekem. Vagy volt az a lehetőség, ugye elvitte a szülőt a könyvtárba, annak volt egy ilyen kicsi választék a 500 négyzetméteren, sci-fi fantasy meg hasonlókból. Hát abból a szűk választékból, ami a legkevésbé volt undorító, azt vitted haza, aztán vagy örültél neki, vagy nem,
reménykedtél benne, hogy legalább nem utálod. Ez a könyv az volt, amit megláttam, ilyen vékony. Az egész 200 oldal. Elolvastam a hátulját, megnéztem a borítót, és azt mondtam, hogy ez nekem kell. El akarom olvasni. És elolvastam. És mai napig megvan. És mutatok egy másikat. Itt van ez. Összehasonlítva ezzel, látjuk a vastagságot. Ez itt, kérem. Utálom kinyitni, mert pocsék a kötés. Nincs 500 oldal. Ez három könyv. Három. Külön ki is jött ilyen kiadásban. Magyarul pont nem, de mondjuk egy éj trilógiája az igen, és az is kb. Ugyanez a terjedelem. A három könyv, három kötet összesen egy díszkötetben ki volt adva, nagyjából 500 oldal. Elolvasni, tehát ez a normális. Ez a 2-300 oldal, ez a normál könyv. Legalábbis ez volt még 10-15 évvel ezelőtt is. Jurassic Park. Ebben az állapotban selejtkönyvként sikerült megszerezni egy könyvkiadótól újsággyűjtés során. Ami ma manapság már nem is létezik ez a bóka iskola, általános iskolák számára. Ez itt jó beesett a... De el volt ázva a raktárban. De ez itt nagyjából az a terjedelem, mint a kórum. Az Ősling Park egyébként volt a magyar címe a Jurassic Parknak. Tehát ez itt a Jurassic Park eredeti magyar kiadása. Michael Markok, meg minden. Ezt elolvasni jutalom volt. Egyébként elárulom, hogy amikor elhozták a cselejtkönyveket, a legtöbb pornó volt. Mindenki választhatott egy könyvet, amit hazavitt, és a többit bedraktuk a újsággyűjtésbe, hogy meglegyen a kiló, de a legtöbbeknek ez volt az első pornóélménye. Általános iskola, nem tudom, hatodik osztálynál, körülbelül. Én az Őslény Parkot vittem haza, mert ez jó vastag volt. Miért? Mert izgalmas a hangzat, és izgalmas is volt. De elolvasni egy 500 oldalas, 500-600 oldalas könyvet, hát én nagyon a végén választottam, senki nem akarta oda vinni, mert ez egy hosszú könyvnek számított annó. Ez számomra jutalom volt találni egy 500-600 oldalas könyvet, és elolvasni, és kideríteni, hogy igen, ez jó, érdemes volt rászenni az időt. Ezzel szemben, itt van egy Jókai Mór, egy magyar návok. Ez szintén 500 oldal. Szemben a Jurassic Parkkal, ami szintén 500 oldal. Remélem mindenki hozott tükröt. Miért foglalkozunk Jókaival? Jókai abszurd! 500 oldal az átlagos kötete, és mi vagy tizet vettünk. Minek? Irodalmi értéke, magas irodalmi értéke, nincs. Jókai egy ponyva irodalom az 1800-as évekből. Minek foglalkozunk Jókaival? Nem tudod megmagyarázni, és teljesen elveszi a kedvedet. Az, aki nem jutott tovább már a 2-300 oldalas könyveken se, Jókainál meg fog halni. És ez nem a mai normál ponyva irodalom. Ó, ne! A ponyva irodalom elkezdett elszállni Stephen King-el. Ez a rémkoppantók. Olyan soknak tűnik, mint az Őslény Park nagyjából, de az Őslény Park ugye el volt elvonázva. Ezt ugye tisztáztuk. A rémkoppantók 1000 oldal. 1000 darab oldal. Kurva sok. És ez nem egy olyan könyv, mint egy az, ami 2000 oldal.
2500. Az így néz neki. Rémkoppantók, és az az. Ez nem a, az. Ez egy másik könyv. És ma úgy néz ki az átlag ponyva irodalom, tehát amit egyszer elolvasom, mint a Stephen King rémkoppantói. 1000 oldal. Kinek írják ezeket? Hát azoknak, mert megvan ennek az oka, ezeket a könyveket azoknak írják, akik havjára csak 50 kötetet olvasnak el. Ez azt jelenti, hogy néha 40-et, néha 60-at. Ilyen könyvekből, mint Stephen King rémkoppantója, a terjedelemben. Már pedig azok kurva szarok is lesznek közte, egészen biztos legyél benne. Olyan, mint az időkereke. Meghalsz, baszd meg. Vagy a Dűne. Ami annyira nem rossz, viszont technikailag filozófiai és nem regény. De az is. És a terjedelme sem olyan hosszú, 300-400 oldal talán a leghosszabb kötet. De nehéz olvasni, mert nehéz szöveg. Nem jó szöveg, nem olvasmányos. És akkor ebből elolvasol 50 kötetet egy hónapban. Könyvtárban nem nincs annyi könyv, nem is lesz. Nem tudom, hogy csinálják. Szerintem amúgy is. Elolvasni egy könyvet akkor van értelme, ha megjegyzed. Az, hogy kidobsz 5000 forintot egy 1000 oldalas könyvre, aztán végig se olvasod, és vagy végig szenvedsz egyszer egy kurva hosszú sorozatot, és nyilván nem olvasod újra, minek? Foglalja a helyet? Nem azt mondom, hogy lehetetlen. Tényleg volt egy alkalommal, volt olyan, egy nap egyszer elolvastam 2000 oldalt, vagy, de a nagy poén az, amikor 600 oldalas tankönyvet megtanultam másfél óra alatt. Másnap egy szóra nem emlékeztem belőle természetesen. Gondolom így vannak azok is, akik 50 kötetet olvasnak ilyenből. Semmi értelmük nincs, de azért olvassák. A könyv nyomtatása, tehát az a probléma, hogy nincs átmenet a nulla oldal, és a 2000 oldal, 1000-2000 oldalas kötetek között nincs. Egyébként nem viccelek, simán van időkereke, az elmegy a faszba, 1500 oldalas kötetekkel. Simán, 1200-1500-as. Nekem is van a polcon, olyan a Ted Williamson. Ja. Az első kötet az Aranyárnyék városa volt. Volt 7-800 oldal, két kötetbe jött ki, mert a magyaroknak volt eszik és szétbontották. Az utolsó kötet az volt valami 1400 oldal. Semmi értelme nem volt. Egyáltalán. Mutatom ezt a négy kötetes sorozatot. Via Harbinson, a CSI Project. Ezt egyébként úgy érdemes olvasni, hogy elolvasod a Phoenix-et, a második kötetet, aztán az első kötetet, ami egy prequel. Aztán elolvasod a harmadik kötetet. Aztán hagyod a picsába a negyediket, mert a negyedik könyv semmi más, mint filler. Új információt nem nyújt egyáltalán. És a szerkezetet halál ugyanaz. Mint a Genezisnek. Egyetlen különbség van, a vége az, ami elvárható lett volna a Genezistől. A főkön azt lelövik. És egyébként halálosan ugyanaz. Egy pár könyv még, amit kikészítettem, de akkor ezek szerint nem. A White Wolf kiadónak volt két kiadványa, trilógiája, a Vörös Halál Karnevája és a Horizont Háború. Ugyanaz írta, ugyanúgy három kötet, nagyjából ugyanaz a terjedelem. Ugyanaz a trilógia. A két trilógia ugyanaz. Ugyanaz a történet, ugyanaz a szerkezet. Jó, a szereplők mások, meg a cicoma az egy kicsit más rajta, de egyszer elmeséltem, akkor jöttem rá, amikor egyszer elmeséltem egy ismerősömnek, megpróbáltam
megmondani, miért tetszik a könyv, és rájöttem, hogy ugyanazt olvastam el kétszer. Jön valami nagyon titokzatos, hatalmas erő, a jók összegyűjtik az izé, van egy főszereplőnk, az nagyon titokzatos, arról időközben kiderülnek ez az, aztán izé megharcol egy hadseregnyi emberrel, egy fél tucatnyi segítőtársa, akik közül a legtöbben persze elhullanak e közben, ő persze karcolás nélkül nagyjából megúszza, és akkor a titokzatos egyedi képességével a legvégén elintézi a főgonosz. Szóval nem rossz, és ott az egyik a Mage olvasóknak volt írva, a másik a Vampire olvasóknak. Megvolt a marketing lehetősége arra, hogy egyikünk elolvassa ezt, másikunk elolvassa azt, az élmény ugyanaz, de a saját olvasási környezetünkben, a saját kultúrkörnyezetünkben. Vagy ott van magyar kiadásban az Alien 4 trilógia. Kicsit bonyolult a magyar könyvkiadás története, főleg a 90-es évek, mindegy. Volt egy olyan, hogy Alien 4. Mind a három kötet halálosan ugyanaz a történet. Abszolút ugyanaz. Én az utolsót, a Ripley háborúját tartom érdemesnek elolvasni, hogyha csak úgy el akarsz olvasni. Hogyha gyűjtő vagy, vagy van egy kis affinitásod, akkor persze olvastad az egész trilógiát. Átlagos olvasónak semmi értelme az utolsó köteten kívül elolvasni bármit. Abból a trilógiából. Igen, hol is tartottam. Tehát... És akkor maradjon a végére egy kis vallásos izé, tehát a Biblia. Egy ilyen kicsi kötet, mutatom hozzá mondjuk a Stephen King-et. Az, látod, dupla olyan vastagnak tűnik, a mérete is dupla akkora. Jaj, cicunk. De van némi probléma a Bibliával, hogy egyfelől, ha megnézzük a tartalomjegyzéket, persze ott is trükköznek, mert nem egybe folyamatosan számozzák, hanem van az Ószövetség, ami ott van a kezdő, nagyjából 1000 oldal, ott van az Új Szövetség, aminek a vége nagyjából 500 oldal, és akkor hozzá kell számítanunk, hogy az átlagos betűméret az ugye ilyen kicsi, szemben a normális betűmérettel. Szóval a Biblia átverés. Azért nyomtatják így, hogy beparízzanak, hogy kézbe vedd, utána meg már megszívtad. Mint a Narnia krónikáiban. Csak az első kötetben választhatnak szabadon, hogy belépnek a Narniába. Az összes többiben be vannak rántva. Valójában a Biblia, hogyha normálisan kinyomtatják, 2000 oldal. Tehát ez a kis szar helyett valójában így néz neki. Hát ezt már megfogni is kurva nehéz. És ez rákezik. Levennéd a polcról, hogy elolvasd? Önszántatból állítom, soha a büdös életben. Na jó, megmutatom, hogy mi ez. A katedrális. V.A. Harbinson, vagy Harrison, nem, Harrison Fawcett, mindegy. Nem mindegy, de mindegy. Harrison Fawcett volt az álneve, aztán kinyomta már magyarul, akkor már lehetett. Egyszer valakitől megkaptam, és a végét elolvastam, az első részeken átugrottam, aztán a végén úgy döntöttem, hogy na jó, akkor a polcon jól mutat, megvesszük. Egyszer elolvastam, soha többé nem akarom kézbe venni, tehát igazából, ha valaki jelentkezik érte, akkor el lehet vinni. De igen, a könyvnyomtatás ma pocsék.